Biba Cica Nem jutott semmi az eszedben Nem Üres a fejem Én pedig már egész héten, meg múlt héten, meg az előtti héten is képzeljétek el megint pipás, cicás tetoválásokat. Vadászok az interneten. Fantasztikus lenne a három grácia. van, de ide a homlokomra baz meg, mert, mert és tükörfordítottan, hogy ha kamerában vagyunk, akkor rendesen látszom, vagy nem tudom. Hát csak is úgy. Meg a, meg a, visszapillantóból is érted, megyek valaki mögött, a lássa, hogy mi a helyzet. Az. Na, mi történt veletek? Szevasztok! Hello! Egy hónap Hello. Pihenyő, és hogy, és hogy kipihentük magunkat, bár Krisztián a Borbénál elejtett egy elég durva mondatot, nem is merem, nem is merem hangosan mondani, azt mondta, mi lenne, ha augusztusban is elmennénk Szabira egy hónapra? Igen, pont azt akartam mondani, hogy így nézem, nézem a barátságos fejeteket, és még egy hónapot el tudnám <laughs> is Vald be, hogy hiányoztunk már. Rendkívüli módon. Pff, ennyi, minden, ennyi, ennyi minden történt velük. Nem volt túl meggyőző. Jaj. <laughs> Jó, elkezdem én a sort, mert le ülve, mint az iszap. Mindig a végén szoktál te, mi történt veled ez, úgyhogy kezd most te, igen, ez az. Igen, és a végén lesz a Krisztián, tehát őt így meg tudjuk pillanatok alatt vágni, hogyha, hogyha túl hosszúra nyúlik. Nem történt semmi igazából, volt benne egy kis nyaralás, egy kis dráma, azt elengedjük, az nem a nem az a része a dolognak, amit ki kéne tárgyalni, és, és igazából most történt meg a, a pozícióváltásom, úgyhogy hallelúja, hozsánna néked testvér, alig kettő és fél év kellett hozzá, hogy az, amit csinálok, az most már lassan a HR által is papírformába legyen öntve, ez egy agilis cég. Az, az, és gyors, főleg. Hát nem azon múlt egyébként, tehát, hogy sokan elmentek, és, és mindegyik csak megakasztotta a folyamatot, minden egyes elmenéssel egy távolabb került a, a, a cél, de ma már, meg tegnap is, meg azelőtt is, hétvégén is a Home Office rögös talaján tengettem az életemet, úgyhogy szokatlan is volt egy kicsit, meg hogy, meg hogy dolgozok, és borzasztó, hogy a monitor nem úgy, ha, ne, a monitor jó, de a laptop az kapar, mint malac a jégen, mert az 5K azért csak 5K, én meg itt egyfolytában azt hallgatom, hogy valami zú, mi zú, ja, a laptop olyan forró volt, hogy megfogni se esett, jó? Úgyhogy körülbelül Ennyi volt. Aztán hát ilyen érdekes leléseim voltak az utóbbi pár hétben, hogy hogy mit tudom is én kérlek szépen mesterséges intelligenciát találtam, illetve hát az van millió, de hogy ez, amit találtam, ez nekünk különösen hasznos lesz, mikor borítóképeket tervezünk. Tervezünk? Irái többes. Szóval, mikor csinálok? Azt Az tettem, majd, amikor becsönget a terminátor a szerzői jogokért. <laughs> Szükségem van a borítóképedre, a bakancsodra és a kabátodra. Ja, úgyhogy ö, nagyjából ennyi. Találtam egy pár érdekes sorozatot, amit így menet közben már elejtettem. Nektek is a kis közös. Ö, Group chatünkben, és Krisztiánnal újra szinkronba hoztuk magunkat, mint csajok menstruáció idején. Mi most újra szakás szinkronban vagyunk, úgyhogy Fipika, ne fogd vissza magad, mindketten borzasztó jól nézünk ki. Most hát már én hát is ezt nem is mondanám. Szakállad, elérted azt a szintet, Csáli, amit már lehet szakának nevezni szégyenkedés nélkül. Ő most csendben röhögtem egy sort. Krisztián hatalmas drámán van túl, ugyanis megigazította úgy a borbély neki, ahogy ki kell egy normális embernek néznie, és most nagyon nagy bajba van, mert nem tudja itt elől összefonni hármas fonásba, mert két oldalról a felesleges szálakat lekapta Ágnes. Krisztián, pipec vagy, úgyhogy fölösleges ezen, ezen sírni, ríni. Az... Nem sírok, én már elfogadtam. A, bekerültek a borbélyok is a fordvász kategóriába. Elmondod neki, kerekperec, hogy mit ne csináljon, és csak azért is azt csinálja. Ennyi, fölírta a halál listára a fodrász. <laughs> Figyelj már is, Kinga nem mondta, hogy sokkal jobban nézel ki, mint egy hónapja. De. De, de ez nem szempont. <laughs> <laughs> Jó, nekem is ez van itt, ha folyamatosan tudod. De voltál Borbénál? Persze, hogy voltam. De nem mentébe. De hogy nem mentem benni. Mondom, nézd meg, itt megigazította. Itt alulról is, itt oldalról is azt mondja, nem lehetne úgy, hogy olyan... Nem mondom, tehát, hogy, hogy, én se szólok bele, ez ilyen, ez ilyen elvi kérdés, hogy én sem mondom meg, hogy milyen hosszú legyen egy nőnek a haja, vagy hogy a szemöldöke összeérjenek középen elől. Jó, véletlen pont ugyanaz az izdésünk, hogy ne érjen össze elől, de hogyha egy indiai menyasszonyom lenne, vagy párom lenne, akkor neki se mondanám meg. Úgy, hogy ő se szóljon bele az én beretválkozási szokásaimba. Ennyi. Szokál a szent, dolog, ennyi. Még azt nem mondtam neki, hogy Krisztiánnal keresjük a harmadik társunkat a Zizi Top Tribute zenekarunkhoz, de ami késik, az nem múlik, úgyhogy. Körülbelül. Hát az énekes elég sima képű volt, úgyhogy a fizikát előre tolhatjuk front Na, hát mondjuk az is. Hangszere van. Ennyi. Mit csoda? Mit csoda. Ennyi. Kimegy előre, doromból, meg tétlenül forgolódunk a színpadon. <síns> <síns> Nem találva a helyünket, mint Jontra volta <síns> Ja, úgyhogy Hát Na, nagyjából ennyi, majd az érdekeseknél bedobálok egy pár témát, meg aztán majd közbevág mindenki a másiknak, mert most jöttünk vissza, még bútol mindenkinek az agya, úgyhogy a, a, az emlékek jönnek, és pingmen bedobott egy képet, bárne tette volna. Hú, ránéztem, és egyből rosszul lettem, úgyhogy inkább menjünk tovább, hogy mi történt az öregúrral, dóc rémével. Ez most jelentkezés volt egyébként a zenekarba, Pingman részéről? Vagy? Hát, egy, egy gyenge ródnak elmehet ezzel a kinézettel, de... Ennyi borostás. Ja. Vagy, vagy Fú, hm. hát figyelj felénk, Re vettem egy csomó aromát, szerintem kurva sok a lefolyóba fogja végezni. Tehát rá kellett, hogy jön, jönnöm már most nagyon tizen valahány év alatt, hogy dohányos aromából nincsenek csodák. Illetve hogy mennyire mások a, az emberek ízlései, meg hogy mennyire mást gondol. Mindenki arról, hogy dohányos aroma, és van talán három-négy alapíz a piacon, ami, ami emlékeztethet a, a dohányos aromára, de hogy itt a világot nem fogja megváltani ebben a, a kategóriában, senki, az teljesen nyilvánvaló. Úgyhogy én befejeztem a, az aromák utáni rohangálást, van három-négy íz, amit használok, azt jó napot. Mondjuk Csárlia, a málna sztoriával az én nem egy uh, válogatós uh, véper. Várjál, 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 most megint közbevágok. vágok. Most, hogy elfogyott a málnám, és lusta voltam keverni, más szívtam. Mentolos málnát. Hmm. Is. Hmm. És még, még, van a nektarinodból kis pajtás. Hoppá, hoppá. Én kérek elnézést. hoppá. Na mindegy, lényeg az, hogy nem, nem csábulok többet ilyen, ilyen sztorikba bele. Meg most már készülék is van, kazán is van, ugye csak mi a fene? Olyan régen ejtettem ki, csak dvarvok vannak a tö többi az a futottak még kategória bárki bármit is mond nyilván a megszokás is egy ö, na, majdnem elcsábultam csáni majdnem vettem egy szóemesztót de azt az utolsó pillanatban áh! Mondom, most vegyek még, még egy, nem nem, tehát nem olyan drága, 100-110 euró körül van. De. de most már az ember, hogyha kimondja, hogy euró, akkor de drága. De drága, de drága. drága. Gondolj bele, hogy kimondtad volna egy évvel ezelőtt, hogy 100 euró, 32, 100 euró, 41. Szóval azért... Oh, azért na, azért, na. na. lehet érezni. Igen, igen, igen. Mert hogy képzeld el, hogy le, tehát a, a szóállásztó so oldalára fölkerült, lehet, hogy már régóta fönt van, csak hogy én azt hittem, a Kaifun Light az így megszűnt. Azt közben kiderült, hogy nem. Tehát, hogy még a mai napig gyártják és véleményem szerint egyébként a Kaifun szériából ez talán az egyik legfajék egyszerűségűbb és jó használható kazán volt. Én szívtam a mindenféle, tudod, ilyen ezer alkatrészes Kaifunt is, de az nekem nem, nem tetszett. Tehát igen, nem... tehát Kajfun mózesként ketté választhatod a az óceánokat, hogy balra, amelyik kevesebb, mint 40 darabból, jobbra, amelyik több, mint 40 darabból áll. 40 darabból. Hát beleégett az agyamba szerintem, hogy a nagy az, 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 42 vagy 52 darab volt, nem is tudom, de... Tehát valami brutál mennyiségű alkatrésze volt, és akkor mindent is lehet rajta állítani. Mi a picsának? Hát meg kell tanulni ugyanúgy vattázni, érted, és akkor nem kell ilyen lé, lé állítás. Istenem, Kinek a hülye fejébe fogant meg ez a gondolat. Na mindegy. Aki kitalálta a vattát, hát a, a kájfunt azt üveggel szívtuk, tudod. Ó, hát szerelmes nem, igen. Isten. Igen, igen. És hogy találtam üvegszálat itthon, vagy küldé, vagy én már nem is tudom, hogy, hogy volt. de valaki küldött üvegszálat. És hogy a üvegszálas üvegszálasi. És uh, így a kájfon ezért jutott eszembe. Mert ugye megtekertem a, a dvarvot üvegszála, de hát uh, csak vattagát kell alá, csak izért, tehát hogy nem, 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 az az igazi. És akkor ezért jutott eszembe a kájfonlák. Na mindegy. Uh, ez, ez, volt a, a, az életemnek a, a naposabbik része, a borongósabb az az, hogy ugye régóta készülünk a tetőcserére, is a hétvégén befejezték. Azért összetettem a két kezem, mert hét nap alatt uh, lebontottak 230 négyzetméter tetőt, uh, annak egy részét va, tehát full építették a melléképületnek a tetejét az teljesen, tehát gerendák mentek a levesbe uh, új szerkezet fólia, lécezés, új, új cserép, úgyhogy. Hét, új Hét, nap. Új cserép, napelem. Még nincs napelem, de... Muszáj lesz, uh, apám, gondol... muszáj lesz, mert két óra. Gondolkodóba. Én nem tudom, kiszámoltak így, előtt. tehát, hogy hogy még oda voltunk szabadságon, tudod, egyik nap az energiárak miatt fogtam a fejem, a következő nap a vállalkozói pozícióváltás miatt fogtam a fejem. Tehát hogy majdnem minden napra jutott valami ilyen agyserkentő sztori, ami elkezdesz gondolkozni, agy az most mi lesz, és akkor tudod, nem jönnek ki a rendeletek, nem tudsz semmi biztosat, szivárogtatnak, mindenki hülyeséget beszél. És azt mondják, Úristen. és azt mondják pénteken reggel, hogy rendkívüli kormányinfo szombaton. Szombaton. Hát az anyátok picsáját, tehát tudtátok, hogy valamit ki fogtok mondani, nem még várok, és egyébként jól tettem, jól tettem, hogy nem hallgattam rájuk, mert szombaton hajnalban jöttem hazafele, utolsó éjszakás szolgálatom 20 sok év után, és mondom, én azért bemegyek a benzinkútra megtankolni. Nem azért, mert céges autón van, hanem azért, mert bemegyek tankolni, mert hogyha itt valami lesz, akkor kiírják a weboldalakra, hogy ne pánikvásároljon senki, és mi történik? Pánikvásárol mindenki. mindenki és ez meg is történt. Tehát bejelentették, és ezért mindenki elkezdett a kútra járni, és én is 20 percet stand up ott, mert ez, hogy meg kell mutatni egy zöld műanyag, vagy egy zöld lapot ami rajta van a rendszámod, ez, ez hogy tudja így meg növelni a, a várakozási sort, azt el nem tudom mondani, de a tököm ki van már vele, Krisztián meg jelentkezik. No, nem, engem, szerintem csak küldi egy... az energiát. jaj, ja, nem, igen. Nem az energiát küldi, most jelentkezem. Elhangzott itt egy fontos információ, ami fölött átsiklottunk, akkor most az a pozícióváltás, Charlie, azt is jelenti egyben, hogy nem lesz ilyen kaotikus a beosztásod, hanem normális munkarendszerbe fogsz dolgozni. Wow! Mekkora királyság! Kérlek, mondja, szépen. ezt, mondja ezt az, akinek, akinek olyan kaotikus a munka beosztása hogy az valami hihetetlen. Kiről beszélsz? Rólad. Mi, mi, miért kaotikus az időnk a beosztás? 6 óra nem jó, mert 6-kó hat, még izé van, 7 se jó, mert 7-7-kó hét, meg azé van. 7-20-kor tehát... már vedlik a kutyám. Nem, hát A, a, a kaotikust azt úgy kell érteni, hogy ugye több műszak éjjel-nappal, hétvégén, ünnepnapon ilyen már nem lesz. Lekopogtam. Hát természetesen, ha release van, vagy valami nagyobb uh, meló, azt, azt uh, nem engedi el az ember napközbe. Meg ugye van ilyen pólóm, ez a péntek délután 5-kor na, ezt a release-t még kiteszem, ilyen sincs. Uh, ez a két nap bent, három nap otthon, 8-tól 16.30-ig ennyi gyakorlatilag. Tehát a kedjeim, azok be vannak aranyozva is mostantól, mostantól fényesség a podcastnek. Ja, körülbelül lenni. Na aztán, hogy visszatérjünk. Tehát, tehát ja, és még a szép a mellék. Na, hogy visszatérjünk, ja, és még. és még a melléképület hátsó sarka is így kidülőbe volt, tehát az lebont, ugye tetőszerkezet el, sarok le, alapás fölbetonoz, újra falaz, ú, gyerekek, Tehát, és mondom, ez egy hét alatt zajlódott és le. És gondolom, Úgy, akkor ez ilyen, ö, elmegyek Szabira, hogy otthon dolgozhassak. Nem, nem voltam Szabincsári, végig elosztom. Kemény vagy, mint a kászél. Tehát az, az nagyon dura volt, estenként deszkát festegettünk, meg nem, ú, ren ja, és akkor tudod, ez a, fú figyelj, el kéne még menni két könyökére. El számoltuk, meg elszámoltuk, meg ajajajajaj. Na szóval, anya főzött rájuk, ö, iszonyú mennyiségű víz fogyott, tehát tudod, az a szombat-vasárnap 40 fok. Hát pont ezt jöttek. akartam mondani, hogy most volt az a, egy kis eső eset, de előtte aztán hetekig. Hát sem. itt semmi nem volt, Charlie. Semmi. Érted? Szombaton jött ilyen menny, mennydörgés villámlás, mm. és egy csöppeső nem esett, tehát így szombaton föl tudták rakni az összes cseröpet. Vasárnap már csak a csatornát rakta föl egy ember a, a sarkokon. És és akkor, ja igen, ugye a zenekar, a, hogy Krisztián itt mondta, hogy én leszek a frontember. Lát, látod ezt Krisztián? Ez egy Roland MC101-es Groovebox, 3000 hangszín van benne, négy csatornás, imádom, iszonyú jó, nagyon Meg klassz dolgokat kezd Nagyon dolgokat lehet vele művelni, és kurva szép hangja van. És most ováció. Ah, és most ováció, igen. Uh, és rájöttem, hogy kicsi az, az Akai MPK midi billentyű, úgyhogy az megy, helyette jön egy ikon Pro 4X, ami még kicsi, de nagy billentyűs. És tegnap megfagyott bennem a... Vagy tegnap előtt? Nem, tegnap. Megfagyott bennem a, a vér. Tehát én még ilyet nem, nem láttam ászként hallott, hogy egy sugárhajtású repülő megy odafönt. És én nem láttam a tetőtől. És mondja a szomszéd, gyere egy kicsit hátrébb, azt mondja, ott, ott van. És így eléptem a kettőt hátra, és baszki, ilyet még nem, tehát én már sok mindent láttam, de hogy egy vitorlázó repülő sugárhajtással közlekedjen, az az sok volt már így egyszerre. És én meg voltam szentül róla, hogy ez drón, és ma reggel elkezdtem böngészni a netet, és kiderült, hogy itt a Szatmazi reptéren van egy csávónak sugárhajtású repülő, vitorlázó repülője, érted? Tehát, hogy látsz egy ekkora fesztávolságú kurva nagy vitorlázót, és közben hallasz egy MIG-21-et. Hát az valami zseniális. 280 km per órával tud repülni ezzel a sugárhajtóművel. Akkor ez olyan, mint a egyszerű. Sok vagy kevés. Hát egy vitorlázónak. Hát egy hát de, de sugárhajtásúnak. Meg. Hát annak kevés, de most képzeld, hogyha 800-nál így megrántaná a kormányt, és így a két szárnyi azok hátul maradna, a fülke így menne tovább előre. Nem, én elképzeltem ezt a... Ezt a szegény vállalkozó hibrid X7-ese, tehát ez a van 800 lóerőm, amit így egy zöld rendszámmal így letakarok, ez nagyon jó, csak így nyakon csapja magát a vitorlázó repülés feelingét. Azt, hogy te nem vadászod a terméket, hanem így belemész. Vagy te csinálod. Állítólag, állítólag ez arra való, tudod, hogy fölmész, Vitorlázgatsz. és hogyha kurva messzire kerültél el a leszálló pályától, akkor még van annyi üzemanyag benne, hogy irányba tudjál hazafelé repülni. Ez egy kényelmi funkció. És állítólag nem, sok azt, nem sokat fogyaszt, de Hát nem tudom, tehát a mai benzinárok mellett érted így kitapsolni a hajtóműből azt a pár száz lóerőt, azért nem annyira egészséges gondolom én. Na mindegy, velem ez történt, úgyhogy jöhetsz Krisztián. Hű, hát velem túl sok minden nem történt az elmúlt egy hónapban, dolgoztam, leginkább dolgoztam, jön egy mentő, hogy az is benne legyen az adásban. Ö Kellemesen, nyugodtan, eseménytelenül és munkával telt ez az elmúlt néhány hét. Ami volt, volt egy remek Pride felvonulásunk a 42 fokban a Dunaparton, hogy véletlenül se legyen árnyék. Az idióták befoglalták előre a szokásos Pride útvonalat az andrási úton, úgyhogy ezért... Már hogy az a tíz ember? Az a, az a tíz ember. Azt, azt nem tudom, hogy végül ott voltak-e, de minden esetre így végigfoglalták az András útot, hogy nehogy véletlenül a Pride arra mehessen. Úgyhogy ezért aztán... a. a, a Dunahartó... De miért pont az Andrásit? Hát mert azon vonulnak, hogyha nem foglalja le senki. Tudod, Igen, annak tehát az olyan kényelmes, hogy... A kényelmes, hagyományos hogy... útvonal az az andrásiról indul, aztán vagy országház, vagy vagy, tabán, vagy, vagy ilyesmi, ez lenne a, a megszokott menet, de most nagyon szemfülesek voltak a nácik, és ö, bejelentettek saját maguknak előre oda eseményeket, úgyhogy ezért kellett lent menni. Nagyon meleg volt, nagyon meleg volt, de nagyon klafa volt, jó angulatú volt, pláne a, a, szabadság téren utána a kis buli, ők az volt. De megint minden évben megfogadom, hogy az egész Pride hangulatot igazából az határozza, vagy öli meg, hogy jó kamionnál kell menned és még ott áldogáltunk, még vártunk ismerősöket, meg mit tudom én, és elment már lenne a rakparton, mert már indult a menet, elment a 80-as évek kamionja Madonnával. Mondtam is, hogy hmm, e mögött a kamion mögött kellene menni. Mi mire mi beindultunk, elindultunk, beszorultunk egy kurva technó kamion mögé, és mi volt. Én nem tudom, a félig már a Margit híd felé jártunk, amikor mondtam Kingáéknak, hogy valami sürgősen előzzük meg, legalább tompában szóljon, mert én megőrülök. Úgyhogy ja, és aztán hugomék hú, ők meg késve érkeztek, és utánunk jöttek, ők a menet végével jöttek, ők meg az MKKP-s kamionnal jöttek, és ők is azt mondták, hogy zseniálisan jó volt a zene, meg a hangulat, minden évben megjegyzem, hogy be kell lőni a kamiont, és szigorúan kitartani mellette, és minden évben elfelejtem, mikor elindulok. Ezt minden esetre klassz volt, még, 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 ide tartozik, hogy egy, egy kicsit szemerkélt ott az eső után, de ilyen irgalmatlan nagy szél volt. És ugye az egész szabadságteret itt gyakorlatilag ilyen egybefüggő porfelhőbe borította az egész és 7 óra környékén indultunk haza, és mondta Kinga, hogy skurizunk, skurizunk haza, mert hogy ő már látja, hogy bevágta a, a, a húzat az ablakot, kitört a, az ablaktábla, kettényeste a macskákat, még mit Bedugva hagyta a vasalót. Nyugodj meg, nem, 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 nem lesz itt semmi, haza megyünk, körbenézek, ó jó, van minden macska igen, minden rendben van, leülök, csinálom a dolgomat, hát fölnézek, mondom, fura ez az ablaktábla és tényleg basszus, bekúrta az egyik ablakot, az a, a, a húzat, az ablaktábla úgy, ahogy volt így, elrepett, és elkezdett darabokba kiesni, és az volt a szerencse, hogy ez a macskahálós ablak volt, nyilván az van nyitva, és a macskaháló megfogta ezeket a 20-30 centis darabokat és nem az utcára potyogtak ki valakinek a nyakába, úgyhogy ilyen érdekesség történt. Úgyhogy volt a tényleg ilyen, ilyen izgalmas dolgok történtek velem. Hú, ez mert, olyan férfias. Főhívtam a megszokott üvegesre, mert a csinálta a kis, hogy hívják, extra üveglapokat a vitvénembe is, van, van bejáratott üvegesen, főhívtam, mondta, hogy menjek, vittem, elkészült, hoztam, van ablakunk. Úgyhogy ha valaki netán ablakot üvegeztetne, és utána szállítja hazafelé, ne kövessel, amit én elkövettem, mindig elfeledkezem, hogy, hogy Van villa menté, Krisztián? De, van villa nem akarom kibelezni magam, mert hogy a félablak tábla még benne volt, az, az egyik fel az üveg nem tört szét, úgyhogy ezt nem tudtam kifeszegetni normálisan, csak amit ki tudtam szedni, azt szedtem ki, úgyhogy óvatosan kellett vele közlekedni. Mindazonáltal elfeledkeztem róla, hogy a git nem szárad olyan ö, gyorsan, úgyhogy az üveges az ilyen gyönyörűen 45 fokos szögbe elkembe minden, én meg így rámarkoltam, és vittem haza, és itthon vettem észre, hogy tele van az új lenyomataimmal, meg ilyen kis kurkákkal, ahol belenyúlkáltam, próbáltam el úgyhogy ha a frissen üvegezett ablakot visztek haza, akkor óvatosan fogjátok, nem arkoljatok rá, mint én. Christian. nem én tudom, én hogy valaki csak... üvegezze még ablakot, Krisztián. Tehát, hogy... Ah minden, hát már mindenhol ez a dupla meg tripla gázzal zárt cuccok vannak, tehát az a hagyományos gittes A pár ablak. Utcai fiúkban az van. <laughs> Krisztián, a lett. Te Ne is mond, ne is mond, miért rágóznék? Ezt akartam rágúz. mondani, hogy ja, nem, gittet rágózol. <laughs> Szóval ne is mond igen, ennek a folyamánya, hogy egyébként az elmúlt néhány hét, mint valószínűleg minden háztartásban, Kata és Rezsi e, Mámorban úszunk, mert hogy nagy a lakás, nagy a belmagasság, szigetelve nem volt, mióta megcsinálták körülbelül. Ott a egyedi fűtés van? Konvektoros, Konvektor, konvektoros aha. fűtés van. Hát, és nektek annyi. Nekünk annyi meg egy bombé, az kurva is Itt ingünk atyánk rá fog menni a fűtésre télen, mondtam Kingának, hogy addig veszek neki néhány pulóvert, és megtanítom, hogy hogyan kell fölöltözni télire. Vagy ilyesmi, nem, nem tudom, hogy mi lesz, mert nézzük így a villanyára az annyira azért annyit nem fogyasztunk, meg annyira nem szignifikáns, de oh, bementünk a, a lélektani határ alá, képzeljétek el villanya, mert hogy egy tavaly vagy tavaly előtt, nem is tudom, minden esetre e, új villanybojlert kaptunk, és így a default settingekkel ment, ami azt jelentette, hogy non-stop 60 fokon tartotta benne az összes vizet, ha kellett, ha nem. Amit Kinga rettenetesen élvezett, de a mennyiségű áramot fogyaszt, úgyhogy most így a manipuláció hatására Kinga feltedezte a gazdaságos üzemmódot rajta. Van én rajta ekomód, igen. Van, én, én meg el is rohantam, és vettem ilyen, hogy hívják konnektorba konnétkorban dugható árammérőt, meg fogyasztásmérőt, úgyhogy így megmértem a számítógépemet, megmértük a tévét, minden szart. Gondolom, hogy sokan ugyanezt csinálták így a hírek hatására. Én, én még és előtte se... vagyok, de ugyanezt akarom csinálni, amit ja. te... Jó pofállatok jönnek ki belőle. Mit, miért vettél, ha? Hú, kérlek szépen, nincs itt előttem a TP-link hogy... vagy? Nem, mi itt van, van. Ezt vettem. Konrádba béztek Igen. mérőt. Ilyet, ilyet vettem. Valami 6000 jó magyar forint volt, vagy valami ilyesmi. És pont a villanyból elég nem jutottam el, mert Kinga hamarabb átkapcsolta a ökomódra, mint hogy azt megmértem volna, úgyhogy nincs összehasonlítási alapunk, de onnantól kezdve, hogy ökomódban van, egy picivel több kilowatt órát eszik egy nap, mint egy. Úgyhogy kb. így lement így a számítógépen a fogyasztására. Úgyhogy azzal jók leszünk, de hogy nem is a villany lesz az elképzelhetetlenül borzalmasan drága, hanem a gáz, és ugye nálunk, mint említettem, útvon sok ablak van, Útvarszor szigeteléssel, megmutatom, mekkorák egyébként. Yeah. Az hát az mennyizettől majdnem padlóig, parapet magasságig. Ir irgalmatlan sok, és ráadásul ez megy föl, és a meleg is menne föl. Úgyhogy mi, amikor fűtünk téren, az úgy néz ki, hogy elkezdünk fűteni. Elkezdjük fűteni a mafont és uh, onnan, onnan lefelé jön. A font irgalmatlan gáz mennyiségével, és nem annyira jön lefelé egyébként, mert kiszakik a kurva magas ablak, szigetlen, szarú a kurva magas ablakok tetején, és az, útjá, az utcát fűtjük vele, úgyhogy valóban izgalmas, izgalmas terünk lesz. Meglátjuk, mi lesz ebből. Mi történt még velem? A kis tica, az új kis cica az már megvan, ugye? Az már megvolt, most már több mint egy hónapja itt van, úgyhogy a, a, arról már volt szó, viszont arról még nem volt szó, hogy ez a legbűbájosabb kis a világon. Még mindig nem tudtuk őket maradéktalanul összeereszteni, mert a fekete még mindig támadná, egy kicsi meg fél, de hogy vagy Kinga, vagy én, bemegyünk az ők is külön szobájába, egyből nyávog, egyből jön, iszonyat ember szerető, iszonyat barátságos, egyből fekszik rá, dagaz, dugja a képét az orrodhoz, és hogy puszilgat. Én ilyen édes kiszticával még életemben nem találkoztam, a többiek is tupik, de hogy ő valami elképesztően bíbályos egy kis teremtés, úgyhogy nagyon-nagyon-nagyon örülünk, hogy ő összejött. És mit csináltam még? ó, képzeljétek el, fizetés nélkül távoztam egy helyről, ilyet se szoktam gyakran csinálni, a festőverseny után mondta ott egy-két festős cimborám, hogy ők így össze járni havi rendszerességgel, a legenda sörfőzdének, aki is, hogy hívják, esemény helyszínén ott a, a őrsvezértere után. Nem utogasd az órádat, Csáli, mindannyian annyit beszéltetek, én meg alig beszéltem. Na mindegy, lényeg a lényeg, hogy ilyen havi rendszerességgel összegyűlnek, festegetünk egész nap, ö teljesen kellemes a hely. Két meglepetés meglepetésért aznap engem, egyfelől lementem nyilván a kraftséröket megkóstolni, és mondtam, hogy a... kérnek szépen egy ilyet, 750 forint lesz. Tessék? 750 forint egy korsóval, Nem Mondom, jó, megiszom, megyek a következőre. biztos ez egy akciós, nem tudom. Kérek egy olyat, 750 forint lesz. Minden, amit kóstoltam, 750 forint volt, ami finom, jó minőségű grafsör tekintetében valami olyan elképesztő, mint a Kánoánban lettem volna, abszolút Mennyországban éreztem magam. Viszont a másik meglepetés az az volt, hogy angolosan távoztam fizetés nélkül, mert amikor italt kértél, akkor egyből fizetted is, viszont az ebédrendelés az így közösen ment, a konyhán elkészítették, mindenki jelölt, és akkor egyenként oda mentünk, és mindenki fizette a magáét. Egy nagy beszélgetésekben, a nagy kraftsörözgetésekben, és látok elfelejtettem fizetni. És a nap végén angolosan távoztam, és így este pont így nézegettem a, a kis SMS üzeneteket, hogy mit költöttem, meg így szoktam így követni, hogy milyen költéseim vannak, hogy nagyjából képbe legyek vele, hogy mire folyik el a pénz. valami így gyanús, nekem többet kellett volna költenem, és akkor így, meg nem fizetted ki az ebédedet, te állat. Fölhívtam őket gyorsan, kiderült, hogy van egy webshopjuk, mondták, hogy adjak meg egy Kamu Ottani címet, meg írjam be kommentbe, hogy kifia borja vagyok, és akkor gyorsan rendeljek, és online ki is tudom fizetni, és akkor így, így sikerült még aznap szerencsére megoldani ezt a problémát, de szörnyen elszigeltem magamat. Most először hívtak meg oda festeni magukkal, és, és megpattanok fizetés nélkül ebéd utána kihetetlen. Szóval ez volt, meg festegettem, dioráma építésre adtam a fejemet, képzeljétek el, úgyhogy Láttam. az elmúlt, két hétben, az elmúlt két nem festettem, hanem sivatagi, posztapokaliptikus országutas diorámát próbálok készíteni. Ez itt például a, a kettes verzió volt, amit kidobtam, mert azt mondták, hogy úgy néz ki, mintha egy járdán lenne az emberke, meg amúgy is túl egyenes minden. Úgyhogy most nem szedem elő a harmadik iterációt, de most megvan a harmadik iteráció, egészen jól néz ki, majdnem kifogytam itt a műhomokból, meg a műaszfaltból menet közben. Kurva nehéz dolog jó csinálni, megcsinálni, én azt hittem, hogy ez csak egy összerakom, azt mondja, hogy milyen jó lesz. Hát nem, tényleg a harmadik iterációnál álltam meg, két hetem elment rá, de most már jó az alap, úgyhogy kurva jó posztapokaliptikus dióránát fog csinálni. Az, és az a baj, hogy nagyon nub vagy. Tehát, hogy Fifika Na, ezt a disperzit vonalat azért tovább tudja fejleszteni diórámára is, tehát bármikor szóljál neki, és most már a nagy építkezés így és kész. Kész van a Dioráma, mennyi? Ennyi. Két óra alatt? Az egész, mindenne? Mindenne, mindenne. Fűvel, fával, homokkal. Amit szeretné. Aha, kész. Cserép törmelékkel szóljál, mert tele van az udvarban köszönöm, nem kérek cserép De nagy kihívás lesz egyébként, mert ha, megnézitek, akkor ugye itt van ennek a nagy háttere, úgyhogy oda majd szabad kézzel nekem tájképet kell festenem majd rá, egy ilyen mindenfélét, már így főskicceltem, meg ilyenek. Azt még el fogom baszni, vagy 40-szer, de azt legalább könnyebben újra lehet festeni. Ez, ez történt. Jaj, még egy volt, elfelejtettem, meghúztam a ravaszt, Csándi kikészül, Meghúztam a ravaszt a hétvégén, Facebookon elém jött a hirdetés, és vettem egy zébras kurzust a domestikán, és elkezdtem csinálni, úgyhogy meg fogok tanulni, 3D-be modellezni. Reméljük. De a zébrás, mondom, azt hittem, vett, vett egy festékszorú, de nem, ez a program, a szoftver, a, az, a, igen, igen, a, szobrás szobrász, szoftver. A 3D a digitális szobrász. a igazából nem, nem ketkem, hanem tehát a igen, de a... igen, igen. Ezért mondom, hogy szobrázkodás. Persze, csak hogy a szoftverről beszélt. Ja. Közben Pingman kérdezte itt a chatbe, hogy mekkora a korsó, fél literes a korsó. Emberes. Na, azért mondtam én neked itt az előbb, csak <kül> kiestél a, ki a fordulatszám, elvesztetted Bayer Zsoltot, mert hogy ez a, ez a Egyébként is úgy néz ki, mint egy, egy lángos tészta sütés előtt, akit tarkombasztak. De hogy ő megüzente Amerika új budapesti nagykövetének, mielőtt idejönne, már előtte takarodjon haza. Hű, <laughs> Szürreális és ég a pofám. A kettő egyszerre, tehát így. Pedig most jó nagykövetet kapunk. Tetszik? Igen, igen, Minden igen. Jelzes ide. Így. És még annyit ráfűzhetek erre az egész uh, energia mizériára, hogy uh, semmit nem old meg, ugyanúgy, mint ahogy a cég autóba tankolás, mert nem az viszi. Tehát én, én változatlanul azt mondom, hogy ha itt eltörölnék a benzinás na akkor lehet, hogy egy kicsit uh, élhetőbb uh, mennyiségű autó közlekedne Budapesten egyébként. És kifogást mindig lehet találni, hogy de nekem miért kell autó, akinek kell, az, az uh, majd kifizeti. Tehát, hogy ezt nem lehet a végtelenségig ö, csinálni, a másik meg, hogy mi az áramban nem, sehogy nem férünk bele. Tehát abba biztos, hogy nem. Tehát olyan nincs, nincs, a, nincs az univerzum, ahol beleférnénk. Tehát, ha elmegyek nyaralni, akkor nem férek bele a 210-be, érted? Nem az, hogy hiszem. Én is megijettem, és majd veszek fogyasztásmérőt, és teljesen fölösleges rácok. Tehát, hogy le kell cserélni ezeket a régi nagy fogyasztókat, mint nekünk például a nagyon szar hűtő, ami círpog, meg minden csinál, meg az már nem olyan ö, energiabesorolású, mint az újak. Meg egyébként is... Majd le kell olvasztani. No frostos, tehát azért annyira nem vagyok old school. Tehát ezt soha nem kell leolvasztani, de hát ez ilyen over 15 éves cucc. És ö, megkérdeztem múltkor, hogy mennyiért ö, csinálnák meg nekem. Hát, e, a hűtőben egy dolog tud elromlani, a kompresszor kaptam rá egy ilyen 60 x ezer forintos ajánlatot, úgyhogy a hűtő, mondom, akkor már bőven 10 éves elmúlt. Úgyhogy hűtőcsere, valaki ezt leírta a blogba, hogy ő körbe mérte a lakást, és olyan fogyasztásmérővel, ami ezeket a nagyon apró kis szivárgó áramokat is, hogy egy, egy tököm tudja elektromos cigi cigitöltőt cigi töltőt beledugsz, és azt is leméri. És hogy, hogy nehogy azt higgye valaki, hogy azért, mert egy telefontöltőt vagy egy elektromos cigaretta töltőt tápját rajta hagyja, az, ha az kihúzza, akkor az meg fogja őt menteni a, a pusztulástól, mert nem, tehát a nagy fogyasztók. Úgyhogy én azóta képzeljétek el, hogy ha nagy sütés, főzés van, akkor irány a kert, bedúrantani a kamadót, a lecsó az valami isteni volt tegnap előtt, elfogyott egy este alatt. Úgyhogy, ja, kint sütök, kint főzök, nem tudom, mikor volt utoljára bekapcsolva bent a, a nagy sütő természetesen. Majd megnézlek novemberbe. Nem tudsz megfogni vele, mert ez pont azért jó, ez lassan fölfűtöd, és tartja a meleget. Ott hagyod utána órákra, tehát csak ki kell vinni és berakni a cuccot. És, és Krisztiánom elő kell irányoznunk akkor a grillezést, hogy mikor jössz ki Kingával, és dobunk egy kis mit tudom is én, tofut neked a grillrácsra. És én bele is... Grill trapp... sajtot. Grill sajtot. Egyébként azt csináltuk múltkor, nem volt kedvem szórakozni, egy pár grill kolbászt, grill sajtot, és akkor utána bevittük, és aztán lakmározás este. Na, de hogy ontopikok is legyünk, ne csak mindig a hülyeség. Rákattintottam egy cikre, bár ne tettem volna igazából, mert a cikk az úgy kezdődik, megőrültök. Áll a bál, mióta kiderült. Kettős pont. Tiltott, mérgező Jaj. szerrel él tolvaj Úristen. Azt tegyük félre, De hogy... hogy aki ECG, nem tud... ECG? Nem. Azt tegyük félre, <laughs> hogyha valaki nem tudja... At. És tudja, és tudja, és tudja. Aki nem tudná tolvajrenni egy énekes nő, fiatal, dekoratív, meg az anyám kínja, és hogy hát, olyan képek vannak a, a social media platformjain, hogy ül a strandon, belenéz a kamerába, és a kezébe van egy elfbár. Hű gyerekek, de... hogy mit kapott kommentekben. Jézus atya úristen. Az megérne egy másik külön misét, de hogy ezek a hatásvadász cikk címek, hogy tiltott mérgező szerrel Ez olyan, mint hogyha legalábbis minden a formaldehidet inna, vagy mondjál már valami betiltott növényvédőszert, hogyha azzal mosná a hátát. Szóval, hogy... Nem kell mondani, elég a gyógyszeriparra utalni, hogy menj, mondjuk nem, nem, tiltott, ám de mérgező. Tehát, hogy oké, okay. értjük. Engem, és még fagyáló is van benne. Az, az. Popcorn tüdő, meg az anyám kínja. ez az a ke kemény rockzenekar, a metal dehid. Az, az, az. De Erről is lesz majd valami, juttasat, köszönöm, hogy metalika. De szóval igen, hát az elfbár az, ami képzeljétek el, hát a kezébe volt. Hú, most mi történik? És a hideget-melegetből itt ezek a nagyon vicces kommentek, hogy itt a Nemzeti Adó is van, mivatal Merkur bevetési Egysége. ho oh, oh, ho oh, nagyon vicces vagy. Hát vár. ilyen botrányt remélem le is mondják az összes fellépését. Hát ne hülyeskedj már, hát ilyet, ilyet még ember nem látott. Bezek, ha valami nemzeti magyar uh, ruhában énekelnél a himnuszta <coughs> szivarral a szájában. Szivarral a szájában a ember. nagy színpadon a nem mondom ki milyen párt eseményen, akkor tök jó lenne. E, mindenki megfejti a, az egyenletet, hogy, hogy az miért, tehát hogy ezért gyűlölöm ezt a, ezt a social médiát egyébként, hogy mindenki ismeretlenül így belehányhat az arcodba a saját véleményét, amire így oda kéne írni, hogy ha nem ismersz, akkor ne írd oda, mert nem vagyok kíváncsi a véleményedre ismeretlenül. De ez tipikusan már az, mint ami, ami, ha néztük az elnök embereit, vagy a, a melyik volt a Designated survivor -t. ott is voltak ezek a beszélgetések, amikor ezt fogom mondani, jaj, jaj, nem, mert akkor az ország egyik fele plusz egy ember, az hú, a fegyvertörvény, azt nem említsük. Tehát, hogy <kül> minden szót, minden képet minden megjelenést ennyire meg kell ilyen rágni, most már a közösségi médiában is egy, hát mondhatjuk azt, hogy celeb, de egy, egy, egy halandó ember, mindegyik az, de hogy se nem híres politikus, se nem matematikus, se nem agysebész, ez egyik sem. Ők, ők celebek, és ezért uh, most már őket is így felkérdezik, meg számon kérik, nem tudom, hogy, hogy hova vezet ez a világ. Hát mondjuk tudom, hogy hova vezet, mert ha megkérdezel egy fiatalt, akkor azt fogja mondani, hogy influencer akarok lenni. Az nem lesz -e influenzás, az igen. Maximum, az ingyen van, van, kis pajtás, ja. Az ingyen van. Na, én nekem az jutott erről az egész uh, story. egyrészt a boys, tehát hogy, hogy abban nagyon durván ki van domborítva a social media uh, szerepe a, a hétköznapokra. Másrészt meg, hogy miért ne lennének depressziósak az emberek, amikor hírgyanánt csak szart olvasol, hallasz, látsz. Tehát csak ami rossz, az a hír, mint kategória. Érted? Ha valami jó történik, az, az nem kerül fel a cím, címlapokra egyrészt, másrészt meg olyan dolgokkal triggerelnek állandóan, amihez sem földrajzilag, sem kulturálisan, sem, sem érdeklődési körödben, de semmi közöd nincsen. Tehát, Azaz, mi, mi, azért, azért ezzel fárasztanak téged, meg mindig a híradó végén a, a pandamacik, meg ilyenek, mert hogy a, az NMHH-nak az iránymutatása szerint és százalékos arányban meg van határozva, hogy egy hírműsorban mennyi közéletnek, mennyi ö, véres baszós kardozós jelenetnek, lehet lennie, és ezt a végén ezzel a legegyszerűbb kompenzálni, hogy jóvá teszik. Bebaszunk három pandamackót, és akkor ö, percben lebontva ez így, ez így negálja azt, hogy előtte meg 57 vasúti szerencsétlenséget mutattál. Ezért van sajnos. Jó. Krisztiának akartam mondani a macskás sztorihoz, hogy hát én nem vagyok egy nagy macskarajongó, bár négy, négy macska uh, van a ház körül, de hogy a múltkor szembejött velem valami TikTok videón egy kölyök szervál, hát én attól elolvadtam. Na, mondjuk hát ez is valami. megérne egy misét, tehát hogy a Fifika szembejött vele egy TikTok videón, Minimum véleményes a dolog, de beszippantotta az öreget is a, a TikTok. Epikor, egy, 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 a TikTok stár, tehát, egy tiktok star, Egy TikTok-influencer. TikTok, igen, igen, igen. Szoktam olvasni minden nap, hogy hányan lájkolták a videóimat. Na, de hogy az, az valami tünemény, az a szervál. Az, az macskaféle, gondolom az a bojtos fülű, nem? Az a, nem? Az a bo I ilyen nagyon szép íves, hosszú füle van, nagyon cuki volt. Tehát és ilyen az... nyúlánk, kecés. Aha, nagyon szép, gyönyörű. Na mindegy, hát... Aranypofa uh, minden cica. Aranypofa minden cica. Uh, én ettem a fagylatot és a 12 tiz éves most már a az egyik macskánk, aki bennőt föl velünk, csak amikor a zunokák megjöttek, akkor ment ki. Ettem a fagylaltot, és tudod, az a töltséres, letépős fagylalt. És ez a. Nem tudom, ez a, Biztos minden macska ilyen. Tehát tudja, hogy nem kéne oda jönni lenyalni róla a csokoládét. Érted? És akkor... Bemegy ilyen lassított fölvételbe. Szinte ilyen millimétereket mozdult, csak ér. És egyszer csak ott van, és már látott hogy nyolja a papírról a csokit. <laughs> Zseniális. Hmm. A, ha, ha már uh, off-topicolunk, uh, nem tudom, on nem, nem, vagy on uh, nem is uh, vettétek észre, vagy nem is érzékeltétek, de volt még egy us konzultáció, amin mint Egyesület, meg uh, Etra, Inco, te lehet, hogy tudsz róla, Krisztián, vagy nem, nem tudom. Nem. Volt még egy EU-s konzultáció, ez a, a füstmentes uh, uh, törvénynek a kibővítésével foglalkozott. Nem is jött hozzá egyébként 270 hozzászólás, 10, múlt hónap 18-án vagy így valahogy zárták, és kifejezetten az egy, inkább egyesületek, tehát magánszemélyek nem, nem annyira szóltak hozzá, de ugye a, a, az etra álláspontja az ebben a füstmentes sztoriban, hogy mindenféleképpen illő és üdvös lenne külön szedni az ártalom csökkentett ö, ö, termékek fogyasztóit a, a nettó dohányzóktól. Nyilván ebből egyébként szerintem semmi nem lesz. De hogy ö, hát kvázi külön dohányzó helyeket kijelölni nekik, illetve ö, az utcán ezt az öt méter, meg nem tudom én milyen távolságokat, ezt nem kéne betartani. De hát nem erre haladunk, azt már látjuk, hanem arra, hogy összemossanak minket a dohányzókkal. Nagyjából ennyi volt a sztori. Úgyhogy azzal a, azzal a majd 25 ezer hozzászólással azért az elég nagy fegyvertény volt. Állítólag az uniós törvényhozásban visszhangja van annak, hogy ennyien töltöttük ki. Wow. Wow de majd látjuk, hogy a törvénykezésben ez hogy köszön vissza, főleg úgy, hogy már a WHO igazgatója már itt egyeztet a nyakunkon az uniós, nem tudom, ezt a hírt olvastátok, -e, de a WHO igazgatója nap, napokban, a múlt héten itt egyeztetett az EU-s parlamentbe a, a dohányzás visszaszorításáról. De erre Csárli bedobott egy. Az az a... egyetlen, ez az egyetlen dolog, amihez nem értenek. A, igen, a igen, igen. Dolog, <laughs> <laughs> tehát, 2016 Ha valamit. 2016-os és ez az az egyfőre jutó, vagy dohányfogyasztás, vagy. Várjál azt szerintem neked dobtam, csak a Krisztiánnak nem. Igen, igen. És ez a. Mindjárt mondom, csak megnyitom nagyban és miért záródott be? Az anyja úristenit. Ez az elszívott cigarettaszálak szálak száma per fő, per év a 15 éve fölötti korosztályban, és színezve szagosan van a dolog. Kapaszkodj meg, Krisztián! Szerinted mennyit fogyaszt itthon? Per fő, per év? 15 fölött. És gondolom akkor ez így van, hogy mindenkire vetítve. Igen, a lakosságra vetítve. 2060 szál. Ami nem tűnik soknak, de hogy ugye benne van dohányzó, nem dohányzó mindenki, és ilyen, ilyen kuráns ország... Igen, ilyen kuráns országok előznek be minket, hogy Románia, ez kicsivel több, mint a fele a szlovákok 1500, Ausztria az majdnem, hads... de hogy a németek a fele. A... És, ott, és, ott, automatából lehet cigit venni. Tehát, hogy... Ezek a kocabagósok, ne ügyeskedjél már, ez egy, ó oh, nem, rosszul csináltam, már én, mert most már 18 vagy 19 szálasok, most hol tart? 19. Nem, nem, új, nem, 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 ezt rosszul, tűnt, újra 20 száll lett. Megint 20 száll? Igen, igen, megszüntették, az az ördögtől az való volt. Megosztottam a képet? A Na jó. minden esetre elosztom, a régi dohányos időszakomban számolva, 19 szálas dobozzal, ez 108 darab doboz cigaretta, ami egy szolíd 25 nap, kevesebb, mint egy hónap nekem. <laughs> Gyengék ja, vagytok! Na, na, ilyen országok, ha megnézed a képet, megosztottam egyébként, ilyen országok előznek meg minket, hogy Oroszország, és hát ugye most már nem tudom, hogy éppen mi a neve, de, de tipikusan ez, a, ez a, a balti államok is alulról közelítenek minket, tehát az a 2911, az, az épp nem tudom, hogy hogy kicsoda Litvánia? Én kérek elnézést, nem tudom, nem tudom. De... Azokat f... mindig keverem ott azon a területen. Ott a, a... Nem, hát várjál. A... Az Ukrajna fölött, hogyha van Fehér Oroszország. Fehé... Na, Fehér Orosz 3000. A Ruszki 2003, és akkor ezek a, ezek a snüsszippantó állatok, már nem tudok rájuk mit mondani, ezek 500 és 1000 között tilinkóznak. 500 és 1000 között. Ez 2016, most baromért kíváncsi lennék, hogy most mennyi, de mindenki megelőz minket, kivéve talán... Ja, az a... Kivéve talán az, az or fölött ott van valami, Belgium talán. Az az óriási baj egyébként, hogy, hogyha meg, megfigyelitek, évek óta nincsen statisztika nálunk. Tehát Mindegy, még a végén valamit titkosítani kéne. Baszlás. még vala, igen, igen. Olyan statisztikák vannak, amiből semmit nem tudsz leszűrni. Ilyen, ilyen ködösített meg, tehát hogy Amúgy is csak azt a statisztikát hisszük el, amit mi hamisítottunk. Így van. Na visszatérve erre az energiasztorira, mi anyával elkezdtünk azon gondolkozni, hogy egyrészt a hűtőládát, azt így pak, illetve nem láda van szekrény, tehát azt így megszüntetjük. Fagyasztó szekrény. Nek... fagyasztó szekrény. Nekem is az volt a, a, második blikra az ötletem, hogy a 20 éves nagy hűtőt azt le kéne cserélni egy újabbra. Aztán kicsit megijedtem, mert hogy tudjátok, hogy valami új energiaosztályozás van. Az gyakorlatilag is csak annyi, hogy a, a betű, mert annyi, tehát ez az A3 plusz, meg az anyám kínja, hogy följebb tolták. Igen, igen. Gyakorlatilag is. Igen, és akkor most a hűtők azok ilyen D energiaosztályba kerültek. Hát én a, én a, kombináltakat néztem, és tehát alul fagyasztós felül hűtő, és az... Igen. A megfizethető ár az elmegy C-ig. Tehát én, én, én ebbe a c gondolkoztam. Még az a nagy dráma, hogy, hogy magasabbat vegyünk, ami 60 széles, és akkor annyira nem kell a konyhát átfabrikálni, vagy vegyünk olyat, ami francia ajtós, ezt megtudtam, ki vagyok, ki vagyok okosítva. Ja, hogy az egyik a mélyhűtő szűkebb? Nem, nem, hanem ugyanúgy fönt van a hűtő lent van, csak 90 széles, két ajtóval, a, viszont a, a francia ajtó az azt jelenti, hogy lente a fagyasztó rész az. Két ilyen vízszintesen kihúzható fiók. Fiók, igen, de az, az, az nagy. Tehát, hogy ebbe gondolkoztam még, de egy kicsit át kéne fabrikálni a, a konyhát. Csábító dolog ez a side-by-side -side játék, de ha belegondolsz, hogy mondjuk mindkét oldalt kinyitod, és a, a rendes hűtő oldalába le kell hajolnod a földig, hogy kivegyél valamit, az annyira nem jó, meg a bal oldalon, ami tele van pakolva, fagyasztó, és ha beraksz valamit, és nem jó pakolod be, mikor kinyitod az ajtót, akkor a kőkeményre fagyott szarok kiborulnak rántják egymásra. Vagy rántja egyik a másikat, úgyhogy az meg azért nem lenne olyan, olyan funky. Hát az, ami Amerikában van, azok az igazi side-by-side-ok, -ok, aminek darabja ilyen 6-8 ezer dollár, az meg az nem nekünk van kitalálva. De jó, ja, hát én, én, azon gondolkoztam, mert az a nagy fogyasztó, az, az mi lehet? A, a hűtő, a hát mosógép, ami szárít. Boiler, mosógép, igen. A szárítót nem használjuk a mosógépbe, mert, mert egyszer kipróbáltuk, de... Összemennek a ruhák. Most... Hát de most nyáron... Hát most nyáron nem, télen az jó lehet, csak ugye abból is milyen, hogy tehát, hogy a kondenzációs, de az már külön van, meg az anyám ki. Az a sok UV-reflektor a most felújított Ga ganja <laughs> Igen. A bányászgépek. Ah, ó, az is fűt. Oh! <laughs> Nem kell ide fűtés lehet kötni. Egyébként van nagyon sok megfejtő ember, hogy mondják ezt, hogy ő majd átáll szigetüzemre, és majd itt izé lesz örök élet, meg egy nap. Hát akkumulátort is kell hozzá a szigetüzemhez venni egyébként, és Képzeljétek ja, el, a szigetüzem. A szigetüzem hát, az azt jelenti, hogy leválasztod vissza... magad a hálózatról, és te amit megtermelsz nappal, ja. azt a többletet ja, ja, ja. eltárolja ah. egy, egy akkumulátorban, vagy több akkumulátorban. De hogy az a gond, hogy valaki írta, hogy a napelemhez x amper és x fázis szükséges, ugye? mert oda termesz, visszatermesz először kijött az elmű, mert ő szeretett volna. Kijött az elmű. Társasház. Mindenkit vel aláíratta. Nem baj, gyertek ki, alá van írva. Megnézték, nincs annyi fázis. Bővíteni kéne, és itt olyan összegekről beszélünk, hogy fú, valami, most valami 6-7 ezer forint egy amper. És az, hogyha megszorzod mondjuk háromszor akármennyivel, akkor kijönnek ilyen 200 ezer forintok. Hát háromszor 32, az ugye azt mondja, hogy nem lehet bővíteni. Jó, akkor szigetüzem lesz, azt lecsatlakozunk. Álljon meg a nászmenet, ahhoz az elműnek is lenne néhány szava. Nem csatlakozhatsz le a rendszerről. Hoppá. Úgyhogy mondta, hogy én szeretnék zöld lenni, de hát nem lehet, nem engedik. Itt tőlem balra a szomszéd, az március óta várja, hogy bekössenek. Hát Fönn van a napelem, nézi az telefonja, hogy mennyit termel. Ne, ha be lenne kötve. De az elmű azóta se jött ki. Múlt héten tőlem jobbra tették föl a tetőre, és ott sincs még bekötve, csak van a vakvilágba. És én is gondolkoztam rajta, hogy mi legyen, de most már megint azt az időszakot éljük, hogy ugye eltorzítja az egész piacot a támogatás, meg a... meg minden, minden, amit ingyen vagy olcsón adnak, az, az piac torzító hatással bír, és most nincsen annyi napelemtábla, most nincsen annyi ember, akit megtalálsz, az képzed milyen. Úgyhogy ez egy újdonság egyébként, nem tudom, hallottatok-e, hogy van most már közvetlen Kína-Budapest vonat, teher vonat, ahol árut szállítanak. És nem ilyen 15 konténer, hanem 90 vagy még több egymás után kötve. Mi volt az első szállítmány? Napelem. Az összes. Hogy 14 nap alatt ide ér onnan, tehát hogy most már szerintem ez is egy alternatíva lesz, hogyha valaki esetleg valamit még Kínából rendelne, hogy vonattal fogják ide szállítani. Én a hibrid üzemen gondolkoztam egy kicsit, tudod, ami, ami nem tárol el, hanem amikor nappal termel, akkor uh, amit fogyasztasz, az onnan megy. Uh, hát de az, mind olyan. Még, az mind olyan. Az Ha még az a fogyasztás kevés, akkor ki tudja pótolni a hálózatból, és amikor ugye már nem süt a nap, akkor meg nyilván a hálózatból megy tovább. De hogy az annyit tud spórolni, hogy nappal mondjuk ha fűt fel a boilered, meg megy a hűtőszekrény, meg nem tudom mi, akkor azért nem kell villanyszámlát fizetni. Hát, Nyilván éjszak... ez olyan érdekes dolog, ebben azért annyira nem vagyok expert, de van az ismerősök között például egy H. András, aki ezeket el tudja magyarázni, nem szorulunk rá, de hogy ugye ezt jelenti a szaldó. És érdekes, mert hogy ő nagyon elmegyünk, nem elcigis téma, de elektromos árammal tudod tölteni az elcigidet is, tehát valahogy mégiscsak elcigis téma. Tehát, hogy most kétfajta pályázat van, van az, hogy nem kell a pénzed hozzá, száz százalékot megfinanszíroz az állam, cserébe nem szaldós vagy, hanem hanem csak úgy van, és, és valamennyi áron ők átveszik. Tehát a legszebb az egészben az, hogy te mondjuk nem tudom most mennyi, mondjuk, mondok hasonlítésre, 27 forintért veszed, de ő csak 14-ért veszi meg tőled, amit te termelsz a tetődön. És ez olyan, mint a, mint a tőzsde, hogy azt mondja egy hónap múlva, hogy ö, én nem csak 14-et, csak 13-at. És ö, választhatod azt, hogy szaldósba vagy, akkor csak a felét fizetik ki, és azt is még jövő nyárik kitolták, azt hiszem. És most van az. Igen. Ok, most van a nagy okosság, te eldöntöd, hogy szaldós leszel, és kifizeted a felét, illetve az egészet kifizeted is majd a felét. Ők visszautalják, de jár hozzánk olyan ember, aki már pereskedik, és már azt mondták, hogy engedd el igazából, mert már öt éve történt, tehát ezt te nem fogod visszakapni úgyhogy azóta is várja, de hogy nem is ez a lényeg benne, hanem hogy ez újdonság volt nekem is. Ha neked tönkre megy az invertered, ami az egyik legkritikusabb pontja a dolognak, és az megy tönkre nem a napelem tábla, és ezek ilyen szabad szem és jól látható összegek. Tönkre megy az invertered, kihívod a szakembert, kicserélik, majd jön az elmű, és azt mondja, hogy ez már nem ugyanaz a rendszer, ez már nem lehet szaldós. Hoppá. Úgyhogy szopó. És egy ilyen, egy ilyen inverternek az élettartama az, hát, öt kötőjel tíz év. Az okosok szerint nem értek hozzá, nekem nincs. Én ezeket uh, olvastam meg, meghallottam. Úgyhogy uh, igen, H. András is tipikusan azt csinálja, neki nincsen bent gáz, neki ilyen okos bojlere van, vagy mi a túró, megmondta, hogy hány liter víz legyen reggelre, 60 fokos, és akkor azt a napenergiából fölmelegíti, vagy az autóját nappal arról tölti. De hogy, de hogy ez, tehát ez egy ilyen agyfasz, ez a Krisztiánnál is, hogy nekem ez újdonság volt egyébként ez a, ez a boiler, amit mondtál, mert az egy ilyen hú, egy ilyen energiapusztító vámpír ki tehát hogy az nagyon durva tud lenni, tényleg. Boiler, meg a, meg, a, meg a hűtő, meg a mosógép most Meg a bitcoin bánya. Na, meg a fifikánál a bitcoin bánya, meg a kanabisz fölé, ugye, a fűtőlámpák. Tehát ezeket mindenki okosan. Na, akkor még egy okosságot megosztok veletek. A másik okosság, amit kitaláltunk, hogy nem fagyasztunk semmit. Tehát se zöldséget, se húst, se hanem... Hát most ez lesz a kísérleti periódus, hogy... Másod a Leves, leves zöldséget elteszünk úgy, mint a befőttet. Tehát, hogy sós lébe belerakod. Nem savanyítva? Nem savanyítva, csak sózva. Aha. Aha. Van, van, egy, van egy ilyen automatánk. 18 évek fér bele a, ebből a 7,5 és literes üvegből, és akkor, mint tudom, ez fölmelegíti. 80 vagy 90 fokra, és utána hagyjuk uh, lehűlni. Tehát fél, óráig tartja ezt a 90 fokot, utána hagyjuk le. Te mit a dunsztolnád? Na, majd hozzá <laughs> fogunk menni, fifika, amikor novemberben összedül a civilizáció. És hát most Kedjetek raktunk el, is létsz. Figyelj, raktunk el barackot, vettünk ilyen jégvert barackot, két, őszi barackot, 200 forint volt kilója. De gyönyörű barackok, csak van rajta egy-egy ilyen jégvert. Story kivágod, magba váló, tehát kimondottan eltenni való. Szilva van elrakva, most jön, jön a Szilva lekvár augusztus végén, és akkor még ezen gondolkoztunk, hogy miket. Például Romániában annak idején savanyú arfiól. Hát az van, de eszméletlen finom gyerek. Azt még nem kóstoltam, csak mindig látom, <laughs> hogy nagyon, nagyon, fű, jó. nagyon, nagyon fű, jó. Időnként lehet kapni, vagy régen lehetett kapni, már egy ideje nem látom szupermarketekben ilyen a csemegéknél. És akkor sze aminek, sze aminek szezonja van, azt elrakjuk, mert hogy utána nem kér energiát. Tehát ha egyszer megcsártad, főrakod a spájzba, a polcra, azt jó napot. Az két év múlva is ott van. Annélkül, hogy bele kéne fetszelni energiát. Fifika, dílejünk, dílejünk én, én ugye új szintre emeltem magamat a kamadóval, és ez tud füstölni is. Tehát lehet itt sajtot, paprikát, zöldséget, húst, bármit hidegen füstölni benne, úgyhogy én erre fogok össze rágyúrni egyébként, hogy hideg füstölni fogok mindenféle finomságot, és akkor mehet itt a, a, a főváros Dóc tengelyen egy ilyen, egy ilyen és ökogazdálkodásos ö, ö, cserekereskedelem. Figyelj, de a, a, a másik, amit uh, ugye őseink uh, sikerre alkalmaztak több ezer évig, az az, amikor zsírba raksz el bármit. Húst, mondjuk ez Krisztián nem fogja érinteni, de húst, májat, ilyesmit, Tud, les, lesütötték a húst, és a zsírba gyönyörűen elrakták, és egész télen volt zsír is, hús is, máj is, amit szerettél volna. Tehát, hogy mert ugye ez lezárja az oxigént. Tehát, hogy a másik még, még a gyümölcslé, amin gondolkozunk, hogy ha valami gyümölcsből lenne annyi mennyiség, amit ilyen ivóléként, paradicsom például, ivóléként meg, meg lehet lépni. Az osztrákoknál ki lehet kapni olyan ö, nem tudom, mi mentes műanyag palackot, amiben van egy ezüst szál belehúzva, és az érintkezik a folyadékkal. És akkor gyakorlatilag fogod lepréseled a gyümölcslevet, beletöltöd, és légmentesen lezárod a tetejét, és abba két évig minimum eláll a cucc, annélkül, hogy elkezdene erjedni. Nem, hát nem, hogy, meg, a... hogy megvezessenek a kibaszott ezüst szállal. Anyám sose ezüst szálas üvegbe rakta el a paradicsomlevet, az milyen jó. És egyébként elmondanám neked, hogy nem tudom mekkora a kerted, mert engem még sose hívtál oda, vagy hívtál, de nem mentem. Hogy Egyszer eljön az is. Nekünk nem volt nagy kert, nem tudom megmondani neked, egy ilyen 50-szer 50-es talán, ott volt minden. És anyám, abból, ami mennyiséget paradicsom, mond, én emlékszem, gyerekkoromban passzíroztuk, főzte, eltette, és akkor abból volt neki egész télen a, a paradicsom lény, paradicsom püré, meg ilyen hipster dolgok. vagy nekem csálj. Azóta nem hiszel az ezüszálás hatásában, mióta kipróbáltad az ezüszálás zokni, de büdös maradt el. Nem, bambuszszálas zokni van. Bambuszszálas. Elméletileg az se rossz. Aztán gyakorlatilag nem tudom, mit tud. Ja, úgyhogy most kíváncsi vagyok, hogy Krisztiánék mit fognak beújítani így főzés terén, és hogy fogják lenyomni a fogyasztásukat is, mert olvastam, tehát ez nem lesz olyan egyszerű, hogy én ennyit fogyasztok, hanem a, amit nem fogyasztottál el, az tovább viheted, de nem tudom én meddig, meg átlag, meg átalány, meg hogy számolsz, mit számolsz. Tehát azért, azért kemény lesz szerintem még ez a, ez az augusztus, szeptember, október, november, ott már szerintem lesznek azért sírások. De hát. Hát mi átértünk -e a téves általánkra, mert hogy annyira nem volt információ arról, hogy akkor ez most hogy fog működni, hogy van a kótarendszer, van, és tudsz esetleg még gyűjtögetni kreditet, hogyha nem használod el a havi kvótádat, vagy hogy hogy a fenében néz ki ez az egész, de akkor, amikor a döntést meg kellett hozni, akkor az látszólag a legegyszerűbbnek, hogyha átmegyünk. Éves elszámolásra, és akkor éves egészében nézik, gondolom én az egészet. Na igen, egész, csak az 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 azzal tudod mi a bajom, és... ha éves elszámolásban egyszer csak mit tudom, és én majd a következő évben jönnek, leolvasnak, túlfogyasztottál, és akkor, Pivko Krisztián, 240 ezer forint itt van. Ennyit kéne befizetni? Az még lehet, hogy keveset is mondtál, Csár. Ez, ez az én gyanúm is egyébként, hogy az egy kevés az az összeg. Igen, az 240 ezer az kevés. Meglátjuk, meglátjuk. Na mindegy, megyek, me, me, megyek gyümölcsöt Ami engem meglepett egyébként, hogy azt nem lépték meg, hogy, a, tehát, hogy ezt valami a gázt meg a villanyt valami egységes energiába számolnák, és valaki nem fogyaszt gázt, az, akkor azt elfogyaszthatná a villanyba. Tehát, a rezsiszilárd azt mondta két hete, hogy erre nem gondoltak, de most majd kidolgoznak majd valamit. Ja igen, ránc, de tudod, erre, erre, volt az, meg a, a bajusz nélküli szar is mondta, hogy, hogy vannak hiányosságok, de hát ezt még akkor majd ki kell dolgozni, hogy gyerekek, hello, szép új világ, ez Te kellett volna még... Van. Ez kellett volna még a hatályba lépés előtt, erre mondjuk azt, hogy társadalmi egyeztetés, mint az elektromos cigarettán, nem az, hogy kihirdetjük, illetve bocsánat, megálmodjuk, stand vele, és éjszaka már a közdönybe ott van, hanem beszéljünk róla, hogy milyen buktatói lehetnek, vagy esetleg, hogy a taxisok esetleg kapnak-e a gázáron fölül valamit még, mert a taxisok az meg mindent is, és akkor, utána meg hozzunk valami konszenzusos törvényt, de így, így ez, ez képtelenség. Ez a iPad-en is elférő alaptörvény, amit 47 ezer szer módosítottak. Sziklaszilátságunk. Gránit szilárdság, bocsánat. Grábó, mi? bo szikla, miről vagy, Gránit, baszki, úristen. Gránit sziklára mondják. A nagypiramis nagy piramis zárókövei. Ah, Jó, szóval mindenkinek meg kell húzni magát. Én azt gondolom amúgy, hogy valószínűleg föl fogok rakni egy kis napelemet, mondjuk csak azért, hogy az aksikat töltsem. Tehát, de egy picit. Már mire Tényleg gondolsz, amit így a... lehet kapni ezt ilyen, ilyen kis 30-40-es. Igen, 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 igen. Mondjuk arról fog men menni a, a 18 es töltő. 2 amper Hello. Most már megrendeltem körbe a ház körül ö, lesznek ilyen napelemes, éjszakai lámpák, tudod, hogyha lemegy a nap. Ő föltölti magát, ha lemegy a nap, akkor mit tudom én, hat órát vagy négy órát, de folyamatosan világít, tehát ha kimegyek, akkor látok és nem botorkálok a, a sötétbe, és azt nem tudom égve hagyni. És két olyat rendeltem még hozzá, amiből baromi ötletes szerintem, ki tud venni magát a lámpatestet, azok mozgásérzékelősek is, ki tud venni magát a lámpatestet, és mint egy zseblámpát el tud vinni magaddal, és amikor visszamész, akkor visszateszed a helyére azt. Hello, ennyi. <coughs> ezek aránylag ilyen olcsó sztorik, tehát ilyen 7-8 ezer darabja ezeknek a, az egyszerű lámpáknak. Aztán majd még látom, vagy beszámolok róla, hogy mennyire vált be, vagy mennyire jó működik, de ez is egy pici spó, nem sok, mert nyilván nem ezek a nagy fogyasztók nálunk se, egy kint fölgyújtom a villanyt, de, de ha már spórolni kell, akkor spóroljunk ott, ahol csak tudunk. A spórolás jut eszembe. Mászgerire emlékeztek? Hogy ne? A spórolás jegyében képzeljétek el, vett egy ö, elemlámpát. Na de hát, hogyha a Gergőt ismerjük, akkor tudjuk, hogy hát az az elemlámpa azért az... Kezeljük fenntartásokkal. <taz> igen. Tehát az első... <taz> hát az be, befűti a lakást konkrétan. Hát, ne, nem. Az első videó, amit mutatott a lámpáról, az a ő nem. A csávó Meggyújtotta az elemlámpát, egy ventilátor elindult, és 15 centiről meggyújtott egy összetekert újságpapírt a fénye. A fénye, nem a búrája, a fénye, bazd meg. Azt mondta Geri, hogy bagatel 160 ezer forint egyébként. Visszavitte, mert nem volt vele elégedett, nem lehetett kivenni a cellát belőle és úgy tölteni. Vett egy másikat, ami jóval gyengébb, szerényebb is, de hogy valamikor áthozom, azt kipróbáljuk. Azt hogy van nálatok olyan szabad tér, hova el lett világ? Mondom, milyen szabad térre gondolsz? Hát azt mondja, hogy 1,2 kilométerről még elvakít. Még elvakít? Nem normális. egyszer véletlenül belenézek, azt leválik a retinám. Óvatosan az ilyenekkel. Nem kell fegyver. Érted? Bejön a betörő, csak rávilágítasz, Az ennyi. Hát azt mondta, hogy, hogy bekapcsolja hátul a kertbe, és akkor az egész kertet bevilágítja neki. Meg hogyha a mennyezetre irányítja és bekapcsolja, ránéz arra a pontra, ami, ahova bekapcsolta, és fáj a szeme utána. Hát mondom, ilyen nem kell nekem. Rávilágítok a mennyezetre, az lepotyog a vakolat. Neki, kinek kell ez? Na mindegy, hát valahogy meg kell, meg kell fogni a, az energiát. Most Krisztián prótípjeire vagyok kíváncsi még, hogy ők hogy fognak spórolni az eko módba kapcsolás után, ha kiderülne, hogy mégse. Nem Jánc, tudom elképzelni, van. hogy fértek Csak. bele a 210 per hóba. Ö, nagyon egyszerű trükkje van a dolognak, hogy az a lakás eredetileg két fél lakrész volt, úgyhogy két óránk és két gázóránk van. Ó, a a hűtőgép az egy másik villanyórán van, mint, mint ahol élünk, de nagyjából az a, az egyetlen fogyasztó a kinti minimális világítás leszámítva. Úgyhogy ennyi, külön áramkörön van a konyha, de hogy nyilván az a fűtés szempontjából nem vagyunk benne, hogy ki tudunk fűteni, ahol nem vagyunk ott. De még ez is, ez is fölmerült egyébként, hogy ö, kiköltözünk a, a kis lakrészbe, és ott befűtünk. Egy szobában mindenhol máshol meg jég, jégverem. Nem tudom, Csáli, elképzelésem nincs, hogy mi az Isten lesz, de nem fogunk beleférni, és tényleg fogalmam nincsen, hogy ebből mekkora gázszámlák fognak kijönni. Hát, a gáz az durva, a szét. És akkor gáz. most gondolkozzatok el azon, mikor mondjuk neked nem Krisztián, de hogyha valaki tőletek azt kéri, Pifika mondjuk, hogy oj figyelj már, itt lenne ez a cucc, nyomtasd már ki nekem, mennyi, persze, gyere, ad ide, ingyen megcsinálom. Hát nem, hát nem szabad, nem, nem. nem szabad, nem. Jézus Mária. Atya úristen. Nem. Épp a kollégám küldött, Ja, mondjad? Na, ugyan, ez a sztori, hogy a kollégám küldött át két ilyen nyomtatnivalót, egy, egy Xbox kontroller tartót, meg egy Google asszisztens állványt, és akkor mondta, hogy de nem áll ingyen. Hát mondom, nem, az meg, mert rászorzom a villanyszaldót rendesen, de ne, ne Hát nem köcsökségből egyébként, de, de, tényleg, tehát valaki múltkor mondta nekem a, a Millennium falkont. Mennyi idő? Hát figyelj, egy gyenge 47 óra. Tehát, hogy azért ott már, na, lehet érezni a törődést. Aztán semmi baj, tehát hát én ezt... kinyomtatom bárkinek ingyen, csak mikor nekem megjön a számlám, és utána az én fejemet tépi le az asszony, akkor durva akkor át, ke, át kell, irányítani az asszonyt a kollégádra. <laughs> ja, igen, mennyi hozzá. Ott melegedj, ott föl van fűtve a lakás, itt nincs. Hát kíváncsi leszek. Majd most a izét is, a podcasteket is 128 helyett már csak 96 kilobittel fogom renderelni, és a Krisztián hangsávján kikapcsolok két effektet, hogy ne égesse annyira a processzort. Nem tudom, mi lesz. Nem tudom, mi lesz. De meglátjuk, ez lesz az első ilyen telünk. Mert most még, jó, most meg megnyomja a klíma, mert hát ezt, ezt, ezt ember nem bírta ki, ami mostanában itt volt. Hát hogy, ah, ezt még elmondom, aztán mehetünk a picsába. Olyan, van egy, van egy elég disztópikus videókeringa a neten, azt láttad? Egy ö, fiatal srác munkája, hogy milyen lesz a Kárpát-medence, ha és amikor a, nem tudják a kukoricát learatni, mert úgy elszárad, hogy ott maradt a, a, a tarlón, és akkor megy a gép, és betárcsázza az egészet, és porzik végig az egész puszta, meg ahogy sétál el a sorok között is. Hát így nézhet ki most az Alföld kb. Hát Konkrétan itt vette föl, tehát Igen. Magyarországon. És, és pont ez történt itt nálunk is, hogy én hordhattam ki, ne locsoljon, ne locsoljon. Hát azért este csak kivittem két kancsó, vagy mi az Isten, két tíz literes öntözőkannával vizet a fára. Nem bírt a szegénykém. Tehát az úgy halt el, hogy a levelek a fele, mintha ősz lenne, most esett ez a zuhi, magához tért a másik fele, az eddig csak barnás volt, de most az a fele kizöldült, tehát olyan, mint mikor a tűzbe belerakod a levél egyik felét, és az eltűnik, és a másik fele meg ott van. Tehát, hogy nagyon pusztulat hát ez, ez az időjárás, és ez senkinek nem jó egyébként. Na, de akkor, ha már ennyit beszéltünk egy is témákról, akkor valami kis könnyedebbel zárjuk le a blokkot, visszarázottunk. Annyit mondanék nektek, hogy annyit bontátok ezt a Stranger Things sorozatot, hogy nem néztem meg. Nem néztem meg, de szembe jött velem az interneten egy nem tudom ki az a szereplő, aki a negyedik évad végén, vagy hol meghalt, és hogy csak az ütötte meg a szemem, hogy Stranger Things, és hogy és a Metallica, mondom itt, mi történik? És állítólag van benne egy jelenet, nem tudom, hogy azt láttátok-e már, vagy sem, amikor fönnáll a háztetőn, és Metallicát gitározik orvérzésig, és hogy az egy igazi felvétel volt, mert ő azt megtanulta, és hogy összehozták a metalikával és egy ilyen kis tényleg annyi, hogy beszámolok, négynél indulunk, egy-két há, és, és elkezdtek játszani, úrva jó kis dzsemmelés uh, volt ott egy ilyen három-négy erejéig. úgyhogy uh, ez az egyik érdekes, a másik, hogy uh, én azt... És aztán, a... és aztán aláírták a gitárt. Ja, nem, nem. Mi lenne, hogyha ha ezt nem... a gitárt odaadták, hogy nézd meg, ú, de jól néz ki ez a gitár. Mi lenne, ha megkapná? Atya, úrista, és ha aláírnánk, ó, na ez nem fog megtörténni. És akkor lefittyed a szája, és aztán természetesen mindenki aláírta, és ugye a, a Stranger Things-nek is az volt a, az apropója, hogy mindent megtanult egyébként, csak a, a, szóló rész nem, az pedig a, a Metallica bassgitárosának a fia, aki egyébként szintén zenész, ő játszotta el a, a, filmben. Úgyhogy az, ez egy teljesen autentikus, nem egy ilyen ráplébekkel anyám kínja volt. A másik, ami szembe jött velem, és én még az első, az első részét is szerettem egyébként magának a filmnek, a Mila jovovics a Resident Evil, és most ez a Netflixen meg van sorozatban. És nem a Mila jovovics és ne azt képzelj, úgy képzeljétek el, mint a kirobbanás előtt fél perccel. Ó, mindig elfelejtem azt a sorozatot, hogy megnézem fenébe. Köszi, hogy emlékeztettél. Baromi jó, és, és, és úgy ugrál az, az években, tehát ilyen tíz év oda-vissza, oda-vissza, hogy, hogy, hogy hú, nagyon durva. Hogy látod a disztópikus részt is, látod azt is, hogy miből indult ki. Kurva jó kis sorozat egyébként. Úgyhogy, azt javaslom mindenkinek, és amíg mondok valamit, addig én még keresek, mert még egy volt egy ilyen 20 perces limonádés darálós, azt majd mondom. 20 perces limonádés darálós. Nagyon jó. Hát figyelj, én még mindig nézem ezt a. Ezt a. Mit is mondtam neked? Ó, mondjátok ma olyan, mint a Star Wars. Star Wars? Mint a Star Trek ja, sorozat. Orville-t Orville még mindig nézem. Szerintem egy egyre jobb. Tehát, hogy az Orville lett az a sorozat, ami egyre jobb. Kis langyosnak indul, de, vagy ilyen vígjátékszerűnek, de most már egészen Star wars A Star, Star Trek-es. Igen, de most már egész most Star Trek magasságokban van. komolyan Úgyhogy baromi jó. Megnéztem a szintén Amazon Prime a The Great Wall című filmet, amiről egyébként nem nagyon tudtam eldönteni, hogy ez most mi akar lenni, de nem rossz. Tehát ilyen, ilyen kicsit manga beütésű, ilyen soha nem létező kínai jelmezek, meg egy ilyen szörnyes sztoria kínai nagyfalla, de sze szerintem egy egy meg, megnézést megérdemel. Úgyhogy az tetszett. És hát baromira sajnálom, hogy a, a The boys vége szakadt. Remélem lesz még belőle, mert... Világ, mintha azt volna, hogy lesz folytatása. Én borzasztóan lesz, szomorú lennék. Éveg. Borzasztóan szomorú lennék, hogyha, ha nem lenne. Aztán... Mi, nekem, nekem majdnem ugyanezek vannak. Én is követem az Orville-t. Nagyon bájos, nagyon jó kis sorozat. Ezen kívül, amit nézek még mostanság, az a Westworld, ami most megy. Uh -huh. Nem akarok uh -huh. nagyon spoilerezni, de eléggé, eléggé ott van a szeren. Ez az évad. Hát én ezt miért engedtem el a második évadnál, nem is tudom már. Uh, így, valahol ott jó engedtem lesz. el én is, de valószínűleg uh, újra elkezdem, mert mindenki dicséri. Én még a Vanda Víziót néztem a Disney Plus-on. Uh, az sem egy rossz sorozat. Illetve a Disney Plus-on fönt van a Light and the Magic, ami a, ami a az I-elem e, uh, storia és én valamiért ezek engem mindig jobban érdekelnek szinte, mint maga a film, hogy ez hogy jött létre, meg kik csinálták, meg mik csinálták. Ez egy ilyen rövid dokumentum sorozat, hat részes talán, úgyhogy ja, itt írja Pinkman, hogy a WandaVision az borzasztó, nem borzasztó, csak tovább kell nézni, mint ahogy gondolod. Nem, 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 rossz szerintem. Nekem ennyi volt, Charlie, te Eszembe magad? Igen, igen, igen. Az egyik a 20 perces limónak a Country Comfort nevezetű sorozat. Az nem tudom, meg volt -e nektek. Egy évad van még csak. Úgy képzeljétek el, mint a dadust. Csak ez country. De, de hatalmas. Gyerekek, óriási poénok, egyébként az American Idol-ban tűnt föl a főszereplő, aki tényleg tud énekelni és gitározni, kurva jó hangja van, a csajnak is country zene van a filmben, tehát engem már megvett. A másik, amiről nem beszéltetek gyerekek, The Walking Dead, évad záró, indul lassan az is, és itt már a... Hát mert még, mert még sehol sincs. A trélere kim van, a trélere kim van, kinyitják az ajtót a zombik baszki. Ah, úgyhogy város nagyon az is körülbelül ennyi hát uh, amit még uh, meg kell, hogy említsek, azon kívül, hogy uh, uh, nem pingman, hanem Kobra mondta, hogy a Wandavision, hogy meghalt uh, uh, Nih Nihel Nichols aki ugye a Star Trek uhura hadnagyát játszotta. Ó, lemaradtam az eseményről. De valami hát, az szép kortért élt meg. Tehát szép kortért élt meg. 89 talán. Szép, szép kortért meg. 89 éves volt, és ugye egy, egy óriási legendának számított már életébe is. Hogyha belegondoltok, színesbőrűként játszott egy hadnagyot egy science fiction fictionbe, tehát hogy abban az időben, amikor még Amerikában a, a feketéknek külön wc volt, meg a villamoson külön ülőhelye. Hát lehet, hogy őt yeah. is külön kamera vette. A, ha emlékeztek arra a filmre, a számolás joga. Számolás joga, igen, a hmm. názás csajok. Szám, igen, a názás csajok, szóval <coughs> ő valami, nem is tudom, tehát ilyen példaképe volt a, a színesbőrű amerikai nőknek, és hát ugye van egy, egy sztori vele, amit lehet, hogy már elmondtam a podcastben, de hogy most az ő emlékére megemlékezzünk róla, hogy többször ki akart szállni a, a, az eredeti sorozatból, mert, mert bántották a, 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 a saját közössége is, a fehér közösség is. Mi a picsát keres egy ***ger ebbe a filmbe, stb. stb. És nagyon el volt keseredve, és azt mondta valahol ott a 60. részben, hogy azt hiszem, 78 tos, valahol ott a 60 ik résznél azt mondta, hogy ő most aztán végképp ez az utolsó, és ír, írják ki a picsába a, a sorozatból, és akkor mondta neki a, a rendező, hogy várj, még valaki beszélni akar veled, hogyha végelet lesz a forgatásnak, és képzeljétek el, hogy a forgatásnak ahogy végelet, kilépett az ajtón és ott állt vele szembe az akkori fekete közösség legnagyobb vezetője, akit aztán ugye meggyilkoltak. Martin Luther King. Martin Luther King, és arra kérte, hogy folytassa tovább, mert, mert ő egy példaképe a, a nemzetnek, úgyhogy ő ezért nem szárt ki a Star Trekből, és aztán még a mozifilmekbe is maradt velük, úgyhogy Sajnáljuk de hát fogyunk, ez van. Mindenkit, Mindenkinek maximális respekt, aki, aki abban a abban a filmben részt vett, és, és úgy tolta a potmétereket órán keresztül, mint hogyha valóban történne Mind valami. Tudom, és így minden sorozatban olyan jókat rögtem, hogy toltak a potin, és így torzult a fejük, hogy ó, most űrsebességre kapcsoltunk. Fantasztikus! <laughs> Én egyszer végighallgattam egy előadást, a, azt, igen, Krisztián. éppen kikerült -e a, a, mindenféle meteoritokat, meteor záporba került. Na, ez nagyon jó volt. És közben kapaszkodnak az asztalba. Hogy olvastam egyszer egy tanulmányt arról, hogy a Star Trekben hogyan változik meg a viszony a, a föderáció és a klingonok között? És a, gyakorlatilag a Star Trekben az oroszok voltak a klingonok. Tehát, hogyha enyhült az orosz-amerikai viszony, akkor a Star Trekben is enyhült, hogyha ha elmérgesedett, akkor ott is elmérgesedett, és ez, ez követte mindig a, az aktuális politikai eseményeket. Egyébként meg szeretnénk mindenkitől elnézést kérni, hogy ennyi ideig fárasztottunk benneteket a saját agymenéseinkkel, de tudjátok be annak, hogy most jöttünk vissza kvázi a szabadságunkról, és jövő héten már teljesen fölkészülten friss hírekkel várok benneteket. Legyen mentségünkre mondva egyébként, hogy ez az időszak elektromos cigaretta szempontjából is egyfajta uborka szezon, de összeszedjük magunkat a jövő hétre ígérem. Jó, hát akkor húzzuk be a kertkaput, hogyha bírjátok kézzel fogni a forró vasat, és akkor tényleg jövő héten jövünk. Pétriónokkal szintúgy itt hallgathatjátok élőben, hogyha azok vagytok, hanem akkor egy kicsit később, köszönjük szépen, hogy itt voltatok. Jövő héten ugyanitt, ugyan veletek. Sziasztok! Egy élmény volt. Sziasztok! Köszi, sziasztok!